Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves közönségünk, kedves mindszentiek! Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket az Ország és Térzenek program mindszenti állomásán. Kérem, engedjék meg, hogy erről az országos kiterjedésű hangversenysorozatról pár mondatot felolvassak Önöknek. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának, kultúráért felelős államtitkársága a komoly zene népszerűsítése érdekében egy országos programot kezdeményezett. A térzene program célja, hogy Magyarország 5000 fő feletti településein rendszeresen szólaljon meg a klasszikus zene, egy közösségi élménnyé válhasson. A térzene program a magyar kormány támogatásával valósul meg, amelyben a hazai zeneművészeti együttesek előadásában éves szinten közel 2000 koncerten csendül fel a komoly zene. Az elkövetkezendő szűk egy órában hegedű, cselló és zongora kamara muzsikát fognak tőlünk hallani. A hegedűnél Farkas Erzsébet, a csellónál Mr. Ferta, a zongorán pedig Jómagam Benedek Tütönde. Az első mű, amit hallanak tőlünk, egy keringő lesz, ifjabb Johann Strauss, művész életkeringőjét fogják tehát tőlünk hallani. Thank you.
Csajkovszkinak egy belga szoprán énekeshez fűződő szerelme ihlette a következő művet, amelyet játszani fogunk. A mű címe Románc. Thank you.
egy lassú körmeneti tánc, ami nagyon népszerű volt az európai udvarokban a 16-17. Században. Ravel, Maurice Ravel kompozíciója, amelyet most játszani fogunk, ugyanezt a címet viseli, hallod? Ugyanis felidéz egy olyan eseményt, amikor egy hercegnő, egy úgynevezett infásnő táncolhatott a spanyol udvarokban. Hallgassák tőlünk szeretettel, Maurice Ravel, Pavan. Thank you.
Gabriel Fauré Sziciliánója eredetileg egy zenekari mű volt, amit színházi előadásra készített a szerző, de később átírta cselló, zongora hangszerekre, és ebben a formában vált ismerté igazán ez a mű. A Siciliano szicíliai népdalokból építkezik, táplálkozik, és nagyon jellegzetes ritmatózó ritmusa van. A dallama pedig szeretetteljes, de igazából fájdalmas. Fogadják tőlünk sok szeretettel Gabriel Fauré Sicilianóját. Leon Cavallo tollából származik a tenorok egyik kedvenc dala. A reggeli szépség, természet ihlette ezt a művet. Nagyon egyszerűen az a címe, hogy reggel. Fogadják szeretettel Leon Cavallo művét.
eljegyzési ajándékként írta meg Elgár a Szerelmi Üdvözlet című dalt. Nagyon sok átiratban zenei hangszer összeállításban fellelhető, de leggyakrabban hegedűn vagy csellón szokták játszani zongora kísérettel. Mi most hárman fogjuk játszani ugyanebben a felállásban, hegedű, cselló és zongora. Fogadják szeretettel Elgár Szerelmi Üdvözletét. A habanéra szó talán sokak számára ismerős. Ez igazából egy kubai tánc, nagyon szeszélyes, incselkedő kicsikét, és Bizet-nek, a George Bizet Carmen-jének a leghíresebb operája ezt a címet viseli, és ezt a dalt fogjuk mi is most eljátszani, a habanérát. Thank you.
Ernesto de Curtis megzenésítette testvérének a költeményét, ami Sorrentóról, egy olasz kikötővárosról szól. A dal címe nagyon egyszerű, gyere vissza Sorrentóba. Az argentin zeneszerző Astor Piazzolla életművével a tangót a komoly zene részévé tette. A következő zeneszám, amit elő fogunk adni, a négy évszak Buenos Airesben címet viseli. Vivaldinak van egy hasonló zeneműve, a négy évszak, amit gondolom mindannyian ismernek, vagy sokan. Ebbe a darabba, amit most fogunk játszani, bizony Piazzollát megihlette Vivaldinak a műve, és bele emelt barokk stílusjegyeket. És nagyon érdekes kompozíciót fognak hallani, egyesül a jazzes könnyű zene, illetve a régi barokk zene. Fogadják szeretettel, két tételt fogunk eljátszani, a tavaszt és a telet. Thank you.
Thank you.
Tehát, hölgyeim és uraim, az utolsó műsorszám bekonferálása előtt engedjék meg, hogy nagyon megköszönjem önöknek, hogy ide kifáradtak, ide Mindszentre meghallgatni ma minket, és engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a következő hangverseny pénteken ugyanezen a helyszínen 11 órakor lesz. Annyit szeretnék még elmondani, hogy az országos kiterjedési térzeneprogramról a térzene.hu oldalon tudnak tájékozódni, ahol megtalálják az előadókat, a helyszíneket, az időpontokat és a pontos műsort is. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattak minket. Az utolsó műsorszámunk tehát egy mi lenne más, mint egy fergeteges ragtime. Amerikából indult zenei stílus, a jazz előfutáraként szokták emlegetni, és a leghíresebb zeneszerző ebben a műfajban Scott Joplin. A dal zeneszám címe Easy Winners, ami ugye azt jelenti, hogy könnyű nyertesek. Olyan sportolókra utal, akiknek nem kell nagy erőfeszítést megtenniük azért, hogy megnyerjenek egy sporteseményt. Hát mi is ilyen vidáman és boldogan fogunk ezzel a dallal búcsúzni. Fogadják sok szeretettel is. Köszönöm én is a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük a mai csodálatos műsort is a fiatal művészeknek, és akkor, ahogy hallatszott is, pénteken találkozzunk újra. De ez a hétvége, az a hétvége, amit már előjeleztünk, hát körülbelül egy hónappal ezelőtt, hogy a hétvégén egy helyi zenekar is úgy gondolta, hogy kedvet kapott ahhoz, hogy térzenét szolgáltasson az érdeklődők számára, és ez pedig a Frank Moos kollektív zenekar. Szuka Feri már hazaérkezett, úgyhogy minden bizonnyal az is egy különleges élmény lesz. Most vasárnap délután 2 óra és 4 óra között zajlik a térzene program, egy helyi verziója, egy helyi programja. Úgyhogy fiatalok, idősek, szomszédok, unokák, mindenkit várunk szeretettel, és még egyszer nagyon szépen köszönjük. Meg is ígértem, hogy majd küldöm a hát az Iván felé. Kicsit jöjjön már el, hogy ja, bocsánat, szóljál így, hogy jó. Jaj, hát szerintem, vagy nem tudom. Ja, egyet jobban, de közben az ujjat, ha ujjat szeretnék fel, akkor azt Yeah, man.